kívánok, Hajdú Tamás vagyok Túrkevéről. Szeretném elmesélni a katonai sorozással kapcsolatos élményeimet. Na most Túrkevén soha nem volt még arra példa, amit én a katonai sorozáson megcsináltam. Például kezdjük azzal, hogy szólítottak a szemészetre. Én szépen besétáltam a szemészetre, már kint feltűnt mindenkinek, hogy én a szemészet öltözőjébe anyaszült mesztelenre vetkeztem le. Miután levetkeztem, szólítottak, Hajdú Tamás 1979. december 26, mondom, jelen, megyek. Beléptem, a szemész doktor úrnak volt egy ilyen kütyű a szeme előtt, azzal így várta, hogy majd én mutatom a szemem, meg ugye egy pálca volt a kezében, amivel egy táblán mutogatott különböző jelzéseket, amit jobbal szemmel le kellett volna olvasni, de ehelyett ezt kapta a szemészorvos. Bedültem, széthúztam így a seggemet, és így vártam. Állt, nézett, fölhajtotta a szemén azt a kis valamit, és azonnal megbotránkozva ordított is. Maga mit csinál? Normális maga? Bejön a szemészet, rossz mutogatja itt nekem a seggit. Hát ki kíváncsi magának a seggére? Azonnal takarodjon innen ki. Hát itt évről évre hülyébb emberek jönnek ide be sorozásra. Azonnal tűnjön innen ki. Hát ilyen nincsen. Hát ez nem normális ez az ember. Hát bejön itt mesztelen a szemészet, rossz mutogatja a seggit. Menjen kifele. Kimentem. Aztán odajött hozzám egy sorozótiszt, mondta, hogy viselkedjen normálisát, ez itt nem munkát. Hogy gondol ilyet, hogy oda megy a szemészetre minden? Hát ez ennek vége, ugye beszólítottak egy másik terembe, ahol papírokat kellett kitölteni, ilyen teszteket. Bementem, azzal kezdtem, hogy láttam ott egy ilyen sok csillag, meg minden volt a vállapján, egy ilyen sorozótisztet, oda mentem, mondom, szia tökös, ne haragudj, már tudsz adni egy tollat? Erre felugrott az asztalra, azt mondja, micsoda, hogy engedheti ezt meg magának ezt a hangnemet? Mi? Mit képzel magáról? Nem őriztünk mi együtt libát? Tökös, majd adok én magának olyan tököst, hogy megemlegeti még él. Itt van a toll, meg ne halljam még egyszer ezt a hangnemet. Mondom, rendben van, köszi tökös a tollat. Erre teljesen bepirosodott a feje, és odament a kollégáival valamit beszélni. Miközben töltötte ki mindenki a tesztlapot, én rajzolgattam rá űrhajót, firkálgattam rá dinoszauruszt, de betűt egy darabot sem írtam a papírra, ráadásul a pattársam nevét írtam rá, nem a sajátomat. Aztán folyamatosan így zümmögtem, mert hatalmas hangzsivaj volt, és a sorozótisztek folyamatosan üvöltöztek, hogy fejezzék be, maradjanak csendbe, a papírra koncentráljanak, hát nem halljuk a saját hangunkat. Én meg folyamatosan ezt csináltam így csukott szájjal. Erre járkált két ilyen sorozótisztnő. Halljátok ezt? Ki csinálja, mindjárt meg lesz, hogy ki csinálja. De ki lesz zavarva. Aztán nem lett meg, mert mikor közeledtek, mindig befejeztem. Aztán kiordibálták magukat, és kivittem a papírt, és mondták, adtam be a papírt, amit ki se töltöttem, hülyeségeket írtam rá, meg rajzoltam. Odaadtam egy úrnak, egy sorozótisztnek, és az meg kérdezte tőlem, hogy figyelj, hogy hívják önt? Mondom, Hajdú Tamás. Akkor magának miért Fehér Zoltán van ráírva a papírjára? Hát mondom, elnézést kérek, csak nem tudtam, hogy a saját nevünket kell ráírni a papírra. Hát mit gondolt, kinek a nevét? Hát normális! Hát mit gondolt, hogy a papírra kinek a nevét kell ráírni? Mondom, elnézést, akkor ráírom a saját nevemet. Én nem gondoltam, hogy a saját nevemet kell ráírni. Jó, menjen vissza, üljön le, adok egy másik tesztlapot. Jó, köszönöm, és elnézést kérek. Meg miket rajzolgat maga a papírra? Űrhajót? Meg mi ez? Mondom, hát nem tetszik látni, hát krokodil, meg dinoszaurusz. Na jó, ez fejezze be. Ez fejezze be, nem vagyok az ilyen hülyeségre vevő, meg kíváncsi. Menjen vissza. Leültem, adott egy másik tesztlapot. Aztán fölállt egy nő, és elkezdte kiabálni, hogy fejezze be mindenki a tesztírást. Álljon meg egy picit vele.
Előbb a fiatal úr idehozott egy tesztlapot, ez egy gány munka, ez egy semmi, össze-vissza zagyvaság van ráírva, nem is a saját neve volt ráírva. Mindenkit megkérek, hogy a tesztlapra a saját nevét írja rá, nem mást, a saját nevét. Mert nem mindegy, hogy igyük ki a vidlit, vagy vigyük ki a bidlit. És akkor a sok nyalis majom, ugye, hogy ezt elmondta, hogy igyük ki a bidlit, vagy vigyük ki a bidlit, ő kacagott, megint mosolygott, én meg elkezdtem rajta nevetni, és így. Azt mondja, így addig csináltam ezt, amíg fel nem ordított a sorozótisznő, hogy fejezzem ám be! Hát mit csinál? Normális maga? Hát normális, hogy nevet? Hát ez maga nem normális, hát ez szétmegy az ember feje, hát maga szellemi fogyatékos, hát normál, álljon fel, magához beszélek, normális maga? Én így elkeseredve fölálltam, és mondtam, hogy elnézést kérek, ne tessék már velem így beszélni, hát én csak így jó ízűt nevettem. És erre még jobban berágott, azt mondja, jó ízűt nevetett? Hát ha magának ez jó ízű nevetés, akkor menjen el orvoshoz. Mert hát ez nem normális dolog, higgye már, én így nem lehet nevetni. Hanem elnézést, és ki is zavartak. Jött a pszichológus, ahol Nagy Imivel voltam bent egyszerre, majd Pardi Zoli várta az ajtóba bennünket, illetve Szent Barna Tibi Túrkevéik is korosztálybeli cimborám, Hollósi Zsolti, meg így a többi kis ördögök. És azzal kezdtem, hogy szólítottak, bebújtam a szőnyeg alá, és így kúsztam a szőnyeg alatt. Ugye kettő pszichológus volt egymás mellett, egy férfi meg egy nő, és így bekúsztam így az íróasztal alá, akkor felállt a székről a pszichológus, és így óvatosan felhúzta a szőnyeget, és így benézett, én meg így kinyúltam így a kezemet, és megijedtem, megijedt, így hátra kapta a kezét, azt mondja, Uramisten, na ne szórakozzon, jöjjön ki a szőnyeg alól. Jöjjön ki a szőnyeg alól, hát ez nem játék. Mondom, kijövök, de akkor ne bántsanak. Hát kibántaná magát, ne szórakozzon már. Hát kibántaná magát, jöjjön már ki, azt üljön le ide velem szembe, kérdezek pár dolgot, aztán mehet. Nem érek erre rá. Jó, akkor kimegyek. Kimentem, és leültem. Mondta, hogy ezt miért csinálja? Ne csinálja már ezt, ne rabolja már nekem az időmet. Még magánkívül egy csomó ember sorra fog kerülni. Nekem ezt meg kell csinálnom még ma. Ne szórakozzon velem. Normális maga? Mondom, hát igen. Akkor miért csinálja ezt? Meséljen, volt megrázó élménye az életében, ami komolyan megrázta, meg borzasztó traumát szenvedett miatta. Mondom, igen, azt hiszem volt. Akkor mesélj el. Hát mondom, a mesteremnél, gyakorlati oktatómnál voltam, Túrkevén Cinege Kalmi bácsinál, és gyakorlat közben láttuk, hogy egy hatalmas nagy űrhajó leszáll az udvar közepére, kiszállt, és egy ilyen kis furcsa üllény lézerfegyverrel rám lőtt, és kiégette a lézer a gumicsizmámat. Erre ezt mondta a pszichológus. Na fejezze ezt be. Ez figyeljen ide. Még jogosítványa se lehet elintézem, mert ezt velem nem játssz el. Hát nem, látom, hogy magának semmi baja. Ekkora zagyvaságot nem eséljen már, hát ennek semmi értelme nincsen. És akkor mondom, hogy ne tessék már elmaragudni, de ezt most nem is vicceltem ezzel, ez komolyan megtörtént dolog volt. Meg azóta aludni sem tudok, mert folyamatosan itt vannak a fejemben azok a furcsa hangok. Furcsa hangok? Milyen furcsa hangok vannak magának a fejébe? Árulja már el! Nincsen magának semmi furcsa hang a fejébe. Na mondja el, milyen furcsa hangokat hall maga? És ezt mondtam neki. Miért? Milyen furcsa hangot hallok? Miért? Hát ilyet! Erre a pszichológus így hátra tolta így a széket, azt mondja, Uramatyám, Uramisten! Na ne, hát ez tényleg túlszárnyal mindent. Figyeljen, menjen ki, nincs semmi baj, menjen ki. Ráírta a papírra, hogy ideiglenesen alkalmatlan, és ki is küldött. És soha többet nem kaptam semmiféle sorozási papírt, meg semmit. Így zajlott a katonai sorozásom.